Ilan Moore az elmúlt 5 évben Izrael állam Magyarországra akkreditált nagykövete, több mint 33 éve diplomata. 1983-ban kezdett dolgozni az izraeli külügyminisztériumban. Különböző beosztásokban szolgált már Afrikában, Libériában, az Egyesült Államokban, Németországban és Kínában is. Budapestre 2011-ben érkezett. Bár nincsenek magyarországi rokoni kapcsolatai, mégis ide akart jönni. Feleségével 2 gyermekük van, és most már 2 unokájuk is. Ilan Moore a kulturális programok megszállottja. Rengeteg koncerten és kiállításon képviseltette magát, vagy szervezett meg. Nem hivatalos adatok szerint az elmúlt 5 évben csaknem 5200 találkozón, megbeszélésen és kulturális programon vett részt. Imád sportolni, úszni és biciklizni. Többször körbe tekerte a Balatont. A budapesti kiküldetése most augusztusban járt le, 16-án hazautazott. Ebből az alkalomból adott egy utolsó interjút stábunknak. Köszönöm az interjút, hiszen nekünk adja az utolsó televíziós interjút távozása előtt. Mire a nézők láthatják ezt a beszélgetést, addigra ön már elhagyta Magyarországot. Mesélj el, mi volt az első benyomása, amikor először érkezett meg Magyarországra? I was very happy to be nominated as an ambassador of Israel to Hungary. Nagyon boldog voltam, amikor kineveztek Izrael magyarországi nagykövetének. Egy keveset már tudtam akkor az országról. Gyerekkoromban mindig érdekes és pozitív dolgok jutottak eszembe róla, mint például Puskás. Interesting and positive things, Puskás. Sokat tanultam Magyarországról, mert bélyeggyűjtő voltam. És abban az időben Magyarországnak csodás bélyegei voltak. A környezetemben beszéltek magyarul, és héberül olvastam Efraim Kishon könyveit. Nekem nagyon pozitív élmény volt ez a magyar lehetőség. Az 56-os forradalom előtt 1 évvel születtem, úgyhogy nem emlékszem rá. Viszont rengeteget olvastam a kommunista terror elleni forradalomról, és természetesen a holokauszt eseményeivel is tisztában voltam, hogy mi történt itt Magyarországon. Szóval elfogadtam a felkérést, és szerencsére jóvá hagyták. Így büszkén érkeztem meg az országba, és alig vártam, hogy minél többet lássak, tanuljak, és tapasztaljak Magyarországból. És most, 5 évvel később, hál' Istennek, azt hiszem, minden kívánságom teljesült. Rengeteg pozitív tapasztalat, és sok kihívás van mögöttem. De ha az összbenyomásomról kérdez, azt kell, hogy mondjam, nagyon boldog vagyok. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy lehetőségem adódott ebben az 5 évben arra, hogy Izrael nagykövete lehessek itt Magyarországon. Point in time as the ambassador of the state of Israel. Before you leave, távozása előtt még készített egy kis filmet, amelyben magyarul üzent a magyar embereknek és az egész országnak. Most megmutatjuk a nézőknek ezt a filmet. Szeretnék elköszönni. Mutatok pár helyet, ami fontos volt nekem. Sokan három dologról ismernek, oktatás, nagyon fontos. A második autonóm Budapesten, rengeteg nagyszerű kulturális programon vettem részt, eben a pompás épületben. Szolidaritás a testvére immel a magyar zsidókkal. Emlékezni kell, hogy mi történt a magyar zsidókkal. Sosem szabad elfelejteni. Vonjuk le a tanulságot. Emlékszem a Hanuka ünnepre ezen a helyen. Itt mutatok be Magyarország legnagyobb humusztalat. Nagyon finom a langos. Szeretem a focit. Itt drukkoltam a magyar csapatnak az Európa bajnokságon. Az MTK a kedvenc csapatom.
Eura MTK, Eura Magyarország. Őröm volt Izraelt képviselni Magyarországon 5 évig. Mindenit töltött pillanat nagyszerű volt. Köszönöm Izrael minden magyar barátjának a segítséget. De most itt az ideje hazam menni. Viszont látásra, Izrael ben, shalom. Why was it important? Miért készült ez a film? It is important to show the Hungarian viewers that I did not stay at the office. Pontosnak tartottam megmutatni az embereknek, hogy nem ücsörögtem az irodámban, hanem a feladatomat úgy akartam betölteni, mint nagykövet, hogy kimentem és személyes kapcsolatba léptem az emberekkel. Legyen szó a Hanuka gyertyagyújtásról a nyugati téren, az MTK stadionjáról, hiszen imádom a focit, vagy épp a Margit szigetről az Európa bajnokság alatt. Csodálni a magyar csapat nagyszerű játékát Franciaországban, és természetesen zsinagógába járni, a Páva utcai holokauszt emlékközpontba. Ez mind az életem része volt 5 évig, és el akartam búcsúzni a magyaroktól azokon a helyeken, amelyek fontosak voltak nekem. A zsidó közösséggel és a magyar társadalom többi részével töltött idő itt tartózkodáson mérföldköveit jelentik. Óriási globális paradigmaváltás előtt állunk. Ezt mindannyiunknak észre kell venni, ami nyilvánvalóan azt is mondatja, hogy az egyes nemzetek függően és függetlenül attól, hogy szükséges a saját szuverenitásuk erősítése, de annyiban mégis egymással vannak ítélve, hogy ezeket a globális kérdéseket csak közösen tudják megoldani. Ezért én nagyon fontosnak tartom valamennyi nagykövettel, országgal a párbeszédet. You spent here 5 years. Mi volt a fő küldetése, amikor ide érkezett Magyarországra? I came here with the desire, with the dream to bring the messages of Jerusalem of Israel. Azzal a vággyal jöttem ide, hogy Jeruzsálem és Izrael üzenetét közvetítsem Magyarország 4 sarkába. Hogy utazzak és találkozzak az emberekkel, és mesélhessek nekik Izraelről olyan dolgokat is, amikről nem olvashatnak az újságokban, és nem hallhatnak a televízióban. Történeteket egy kis országról, amelyet ellenségeskedés vesz körbe. Egy országról, amelynek túl kell élnie, és mégis áttörést és világrekordokat hozott sok területen. Kultúrában, tudományban, technológiában. Nem kérkedtem, hanem elmondtam, hogy mi megcsináltuk, és arról is beszéltem, hogy miért így csináljuk mi Izraelben. És azt mondtam itt mindenkinek, hogy ha mi Izraelben, mint egy kis ország, meg tudtuk csinálni, akkor szerintem Magyarország is el tudja érni ezeket a sikereket. Ha a mi embereink elsők lettek a startupokban, akkor erre a magyar fejlesztők és vállalkozók is képesek. Azt hiszem, sok párhuzamot lehet vonni az izraeli és a magyar társadalom között. Ötletesek, néha akaratosak, és sok bennük a lehetőség. Szóval sok bennünk a közös, így együtt tudunk működni. Azt gondolom, hogy a magyarok és az izraeliek nagyon hasonlítanak egymásra. És szerintem ez kiváló lehetőség a közös munkára. Ez volt az üzenet, nem azt akartam közvetíteni, hogy Izrael a legjobb, persze jók vagyunk pár dologban, de a lényeg az, hogy együtt tudunk dolgozni olyan programokon, amelyek mindkét fél számára jövedelmezőek lehetnek. Az álmom az volt, hogy az emberek egy másik, új perspektívából ismerjék meg Izraelt. Ne csak a közel-keleti konfliktusok, a háború és a vérontás jusson eszükbe, hanem a pozitív dolgok is. Innováció, kultúra, költészet, irodalom, tudomány, a sport, és így tovább. Izrael sokat tud nyújtani, és én ezt kommunikáltam az emberek felé. Bízom benne, hogy örömmel fogadták. Izrael egy eléggé forrongó régiónak a része, és természetesen mindig történik olyan világpolitikai vagy regionális kihatású esemény, ahol fontos az, hogy ismerjük egymás álláspontját, egymás véleményét. Illetve természetesen az mindenkori izraeli nagykövet, így Ilan Mór is rendkívül aktív a magyarországi zsidóság életével kapcsolatos történések tekintetében. Továbbra is van egy nagyon komolyan a magyar hagyományait ápoló, kivándorolt magyar zsidóság Izraelben, aki pedig ott kifejezetten a magyar kultúrát nem csak, hogy szívesen emlékeznek rá vissza, hanem aktívan ápolják. Köztudott, hogy fontos önnek az oktatás, és sok időt töltött általános iskolás és gimnazista tanulókkal. Miért tartja ezt olyan fontosnak? The young generation is the future of every society. A fiatal generáció minden társadalom jövőjét jelenti.
Az a véleményem, hogy a legmegfelelőbb eszközöket kell nekik biztosítanunk ahhoz, hogy az életet jobbá tegyék. Az egyik legfontosabb ilyen eszköz az oktatás. Ha ezt megfelelő módon és iránymutatással kapják, úgy, mintha GPS használnának, akkor a helyes úton fognak járni, és a megfelelő helyre fognak érkezni. Ezért utaztam sokat az országban, és órákat, illetve előadásokat tartottam Izraelről fiatal gimnazista és egyetemista diákoknak és bárkinek, akik többet akartak tudni és érdeklődtek Izrael iránt. Lehet otthon ülni és internetezni, de az nem ugyanaz. Több helyen még egyáltalán nem láttak élőben izraeli vagy zsidó embert, és kíváncsiak voltak arra, hogy mit akarok mondani. Remélem, hogy sikerült valamiféle változást elérnem. Olyan vagyok, mint a gazda, aki elültet egy magot, megöntözi, és bízik abban, hogy majd kinő belőle egy palánta. Én is ezt tettem. És ezek után talán sokkal érdeklődőbbek lesznek. Talán meglátogatják Izraelt, és meg is értik Izraelt. Ez a hosszú távú befektetésem, hogy a fiatal generációnak úgy mutassam be az országomat, ahogy eddig nem ismerték. Az életének egy szakasza most lezárult. Hogyan emlékszik vissza az elmúlt 5 évre? 5 years is a piece of life. It's Öt év sok idő. Mondhatjuk úgy is, hogy egy ötödnyi generáció, ha egy generációt 25 évnek számolunk. Ez tehát hosszú idő. Szinte otthon éreztem magam. De az igazi hazám az Izrael, hiszen csak egy hazánk lehet. Hozzászoktam, és megszerettem az itt létet. Nem egyszerű hátrahagyni az itteni barátokat, helyeket és emlékeket. Azt hiszem, igaz a mondás, miszerint az egyik szemünk sír, a másik nevet. Mosolygok, mert hazamehetek és láthatom a családom, és az 5 év alatt apából nagyapa lettem, és ez szintén egy fontos lépés az életemben. Szóval mosolygok, mert hazamehetek. Viszont sírok, persze nem szó szerint, mert nem könnyű elmenni arról a helyről, amit szerettem, ahol keményen dolgoztam, ahol együttműködtek velem, és ami az esetek többségében pozitív volt. Persze, voltak nehéz időszakok, volt pár év, de mindent egybevéve igencsak elégedett vagyok. Ha már az emlékeknél tartunk, tudna párat említeni, ami nagyon közel állt önhöz, amíg itt volt nálunk Magyarországon? Many good memories. I traveled a lot. I ride my bicycle. Nagyon sok van. Rengeteget utaztam, körbe bicikliztem a Balatont. Ez maga az élet, és én élveztem az életet a Balatonnál. Egyszerűen élveztem az életet, számomra ez az élet. Sok helyet meglátogattam. Gyulát, Szombathelyet, kis zsidó közösségeket, felújított zsidó temetőket. Tiszteletemet tettem a nagyobb városok püspökeinél, Vácott és Esztergomban. Szóval rengeteg a szép emlék. A beszélgetések a budapesti és a Budapesten kívüli értelmiségiekkel. Mindez túl friss még, hogy kiemeljek egyetlen dolgot. Hosszabb távlatból kell néznem az egészet, hogy egy vagy két példát ki tudjak hangsúlyozni, de sok közülük a telefonomban van, mert mindig képeket készítek. Egyszer majd leülök, megnézem őket, és azt mondom, hű, ez nagyon jó volt. Az a konzervatív tábornak mindig egy sértő vád volt, hogy újra és újra különböző antiszemita vádakkal kapcsolatosan kellett magyarázkodni. Én úgy látom, hogy a nagykövet úr tisztán látja azt, hogy ilyen vádak megfogalmazásának nincs alapja, és a jó politikai, gazdasági kapcsolatokra koncentrál, és ennek meg is van az eredménye. What about the situation with the Hungarian politics? Mi a helyzet a politikával? Ez mindig egy érdekes kérdés. Milyen a kapcsolata a magyar pártokkal? I enjoyed very good relations, even friendly relations with all the parties in the parliament except for one party. Nos, nagyon jó a kapcsolatom az összes párttal, amely a parlamentben van, egy kivételével. Természetesen a Fidesz-szel, mivel kormánypárt, közelebbi a munkakapcsolatom. Hiszen ők vezetik az országot, és úgy vélem, egyre közelebb kerültünk. De sohasem mellőztem az ellenzéki pártokat sem, az MSZP-t, vagy a DK-t, vagy az Együttet. Mind nagyon barátságosak voltak, a megtárgyalni való dolgokat átbeszéltük, szóval elmondhatom, hogy a kétoldalú kapcsolatok Izrael és Magyarország között zökkenőmentesen működtek. A magyar külügyminiszter Izrael támogatója az Európai Unióban és az ENSZ-ben is.
Tehát nagyon jó a kapcsolatunk, nem vitatkozunk semmin. Persze az antiszemitizmus mindig napirendi kérdés. Sokat beszélgettem erről zárt ajtók mögött, és megértik az álláspontunkat, és az, hogy Izrael egy zsidó állam, és felelősséget érez a zsidó emberek és zsidó közösségek iránt mindenhol a világon, így Magyarországon is. És megértik azt, hogy az izraeli nagykövetnek egy bizonyos pontig meg kell védenie a magyar zsidók érdekeit. Ezt próbálom tenni a magyar kormánnyal együttműködve. El kell, hogy mondjam, hogy volt az itt létem alatt egy mélypont, amikor is 2014 és 2015 között eltávolodtunk egymástól. De most ismét javul és pozitív irányba fordul a kapcsolatunk. És amennyiben a zsidó közösség, a mazsihisz elégedett, akkor én is boldog vagyok. Nem alapvető információkat kellett megosztanom vele, hanem ő nagyon sok mindennel már eleve tisztában van, és ezeknek a kiegészítése zajlott leginkább. A magyar belpolitika változásai nagyon felgyorsultak, és akkor érdemes válaszokat keresni arra, hogy miért hagyta el több mint 1 millió szavazó a Fideszt, mi az ő pozíciójuk, hova kerülhettek, ugye az én meglátásom szerint itt alapvetően a Jobbik felé van az áramlás, mit gondolnak ezek a szavazók, és milyen kifutása lehet ezeknek a változásoknak, úgy a jobb, mint a bal oldalon. What about the business and the... Milyen üzleti lehetőségeket látott a két ország között? Milyen változások voltak 2011-től az érkezése óta? Well, in this issue I'm not that satisfied. We could have done more. Ebben a tekintetben nem vagyok maradéktanul elégedett. Többet is tehettünk volna. Ez nem azt jelenti, hogy hátrafele megyünk, de nem haladtunk előre olyan ütemben, ahogyan szerettem volna. Sok üzleti lehetőség van, nem a Tevára gondolok, mert az az egyik vezető izraeli befektetés, hiszen támogatás nélkül is jól működik. Nem is az NNG-re, amely a GPS navigációs rendszereket fejleszti. A mezőgazdaságról és az innovációról beszélek, amelyek esetében valóban többet tehettünk volna. Nem szeretnék nevesíteni és felelősöket keresni, de azt gondolom, hogy többet kellett volna tennünk az agrotechnológia és biotechnológia területén. Izraelben bátorítom az embereket, hogy vegyenek egy repülőjegyet, hiszen nyáron hetente 14 járat repül Izraelbe. Az út csak 3 óra, és minden elérhető. A lehetőség adott a tárgyalásra és az üzletre is. Nem értem, hogy miért nem tudtuk elérni azt, amit szerettünk volna, de mindkét félnek többet kellett volna tennie. Ami viszont pozitív az az, hogy Izrael az első helyen áll a Közel-Keleten, amely kereskedelmi kapcsolatokat létesített Magyarországgal. Viszont a kereskedelmet változatosság kellene tenni, fejleszteni kell, beleértve a csúcs technológiát is. Not only low tech, but high tech. What will be your job if you arrive? Mit fog csinálni Izraelben, amikor megérkezik, hogy látja a jövőjét, mi lehet a következő állomás, és mit szeretne átadni az utódjának, aki majd leváltja itt Magyarországon? Well, first of all, I'm going to have a long vacation. My role will be a full-time grandfather. Először is hosszú-hosszú szabadságra megyek, mert teljes állású nagypapa leszek Tel Avivban a családommal, és találkozni fogok a barátaimmal, akiket már hosszú ideje nem láttam. Elmegyek a tengerpartra is. Mert bár a Balaton csodás, de a földközi tenger azért sokkal nagyobb és sósabb. Most nem fogok a munkára gondolni, azt majd az idő megmondja, de én nem fogok sietni. Izraelben van egy szabály. Hogyha nagykövetként visszaérkezel, akkor otthon kell maradnod minimum 2 évig. Szóval most ott maradok egy ideig, a következő kiküldetése még. Azt még nem tudom, hogy az hol lesz, de ha azt kérdezi, hogy hová szeretnék menni, hát Budapest után ez nehéz kérdés. Budapest után csak felfele lehet menni, az egyik lehetőség Berlin, a második pedig, ki tudja. After Budapest it's not easy. After Budapest you have only to go up. One option is Berlin. Other options, who knows? Thank you very much this interview, and I hope so we can continue. Köszönöm az interjút, remélem Izraelben folytathatjuk és beszélgethetünk talán már az új munkahelyéről a külügyminisztériumban.